A járványügyi intézkedések egyik fontos eleme volt, hogy a lejáró okmányok nem veszítették el érvényességüket. Így ezek cseréje okán nem volt szükséges senkinek sem hivatalt felkeresni. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró okmányok 2022. június 30. napján érvényességüket vesztik, vagyis 2 hét áll rendelkezésre, hogy a hosszabbításáról gondoskodjanak az állampolgárok. A lakosság többsége nagyjából tisztában van ezzel a határidővel, ezt érzékeljük abból is, hogy rengetegen keresik fel most a kormányablakokat, és annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen az okmányok pótlását elintézni, rendkívüli hétvégi nyitvatartással fogadjuk az állampolgárokat. Baranya megyében összesen 7 helyszínen, Pécsett 3 okmányiroda, valamint Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron is fogadják az ügyfeleket szombaton és vasárnap reggel 8 órától délután 2 óráig. Hétvégén kizárólag a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt és személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjét lehet kezdeményezni. Ez 3 típusú okmányt jelent, a személyazonosító igazolványt, az útlevelet, illetőleg a vezetői engedélyt, jogosítványt. Minden lejárt okmány miatt nem szükséges a kormányablakokat felkeresni, lehetőség van online ügyintézésre is, ügyfélkapon keresztül. Így annak, akinek a házi orvosa alkalmassági igazolását a szakrendszerbe feltöltötte, nincs más teendője, mint az internetes felületen elindítani a folyamatot, hogy a vezetői engedélye elkészüljön.